Párharc mennykövekkel Folyton hangzik és fog hangzani, míg a világon magyar lesz, az örök szemrehányás. Miért volt Budát ostromolni? De hát lehetette másként tenni. Kérdezzétek meg, miért vágták le a kártágói asszonyok hosszú aranysárga fürtjeiket kéz íjaknak? Miért temetkeztek a punyi szép hajadonok a Dagon templom a romjai alá? Kérdezzétek meg, miért sírt Izrael népe az asszír világcsodák közül, Semiramis függőkertjeiből szent városa romjaihoz vissza. Kérdezzétek meg, miért tódult fél századon át, két millió harcos, szárazon és tengeren, ezernyi ezer mérföldnyire, egy keresztel mellén, egy vassal a kezében, Jeruzsálem városát visszavívni. Kérdezzétek meg, miért gyújtotta fel ős városát, Moszkvát, a barbár hon szeretet a diadalmas ellenség feje fölött. Kérdezzétek meg, miért hullott ki egy nagy Napóleon kezéből a kard, fejéről le a korona, midőn Párist ellenségtől elfoglalva találta maga előtt. És kérdezzétek meg, miért indulnak újra meg újra Itália vénei és gyermekei a szélrózsa minden irányából a hét halom városa felé meghalni vagy győzni. Miért háborítják fel újra a békéért reszkető félvilág nyugalmát? Ez örjöngő kiáltással: Róma a morte! És amit fog felelni a világtörténet ítélőszéke kérdésekre, azt feleljétek azoknak, akik kérdezik mi tőlünk. Miért volt Budavárát ostromolnunk? Lehet, hogy a történelem Areopágia elítél minket is mint amazokat. De a költészet ítélő bírái fel fognak menteni bennünket, és szavaik igazat adnak nekünk. Dávid királytól, Ügó Viktorig, nem lehetett másképp. Így kellett annak jönni. S az igazság, mint a költő mond, örök igazság. Ami volt a puni népnek kártágó, az Izraelnek Jeruzsálem, a keresztjén világnak a Szentföld, a franciáknak Párizs, az orosznak Moszkva, az olasznak Róma, az volt mi nekünk, Budavár. Hazánknak lüktető szíve. Egy ideális, nagy édesanyának látható arca, a törvénye szülöttnek apja becsületes neve, lehetett ennem nem éreznie szívnek láz lüktetését. Lehetett -e nem keseregni ez arc gyásza miatt lehetette tűrni e név kigúnyolását. Sokszor hallottam hidegvérű, nyugodtkedélyű, higgadt, tisztes férfiaktól, kik bizony meggondolják, amit tesznek, ilyen szókat. Ha engem valaki arcul ütne, azt én kihívnám, vagy megölne, vagy megölném. A sebet kapnánk, felgyógyulnánk, újra vívni mennénk. Azt én késsel, hurokkal, ököllel ölném, szúrnám, folytogatnám, vízfenekére magammal lerántnám. Együtt egy csillagon ketten nem maradnánk. No hát, ilyen arcul ütés volt nekünk Budavára. Lássuk tehát, ha egyszer a titánok is kezükbe kaphatják a mennyköveket, nem Jupiter kerül -e alul. Tíz nap múlt el azóta, hogy a legelső huszárcsapat Pest utcáin végig robogott. Tíz tantaluszi kín napja. Egy egész nemzet éhezte minden kövét Budavárának, s az ott állt szemei előtt egy kicsiny nyomorult fészek, mely magát védeni nem képes, de rombolni, bosszút állani tehetős. Egy éjszakára való játék az újabb kor hadászatának, s mégis egy századra való pusztulás a győztesnek. Buda várának minden udvarába belátni a körüle fekvő hegyormokról. Úgy olvasott benne, mint a nyitott könyvben a megszálló ellenség. Ócska téglafal minden védőműve, minden elővéd nélkül. Vize nincs, egyetlen vízvezetéke vezetéke, a Dunaparton áll. Ha azt lerontja az ostromló, a várőrséget másnap kiűzi a várból a szómi. És miben volt hát Budavár csoda eleje. Abban, hogy lábainál terül Pest. Az ostromló csereg minden golyójáért az ostromlónak Pestet árasztja el tűzgolyóival. Emberi szíven túljáró eszme. Egy megtámadott a támadónak azt mondja, ha te ellenem kihúzott kardodat, én az enyimmel leányod, nőd, bölcsőben fekvő gyermeket szívét szúrom keresztül. És úgy tett. Tized napra Pest elhagyása után robogott egy huszárszakasz Buda víziváros főutcáján végig. A bomba téren állt egy császári gyalogcsapat két ágyúval. Mikor a huszárok lőtávolba értek, a két ágyú egyszerre kartács lövéssel üdvözölte őket. A kartács a házak falain pattogtak végig. A kávéház előtte csoport kíváncsi vendég nézte a halálos játékot. Azoknak a fejeik felett csüvöltöttek el a golyók. Egy azok közül a kávéház márvány küszöbéről visszapattant, és a szekrénye mellett ülő pénztárnok egy fiatal, 18 éves leányt ölte meg. A huszár szakasz visszavonult a császár fürdő felé. A császári gyalogság ágyúival együtt, Hátrahúzta magát a vízi védművek torlaszai mögé. Csak három huszár ügetett nyomukban egész a sorompóig, mely nehéz gerendákból volt összeróva. Ott a puska golyók fütyülése mellett körülnézték a védműveket, s azután csendesen visszaügettek. Egyiknek elsiklott a lova a sima járdám, és elfutott. Azt a kávéház előtt álló polgárok fogták el. Fél egy órakor, Szép fényes májusi délben jött tömeges rohammal az első honvéd csapat Budatorlasai ellen. A tizedik zászlóaj volt az. A tisztek a hadoszlop élén mind. A vár tizenkét fontosokkal lőtték őket a fegyvertár előtti mozsarak bombákat hánytak közéjük. A palánkokból folytonos puskatüzelés fogadta jöttüket, de mindaz nem tartóztatá fel. Előre törtek. Ekkor hirtelen kétfelé nyíltak a sorompót tömör kapui, s az ott elrejtett ágyukból pusztító kartács tüzelés üdvözli a rohanó zászlóhajat. Az ostromló hadoszlop szét lett törve egy gyilkos lövéstől. Az ostromlók egy része a házakba futott fel, s azoknak ablakaiból folytatált a tüzelést a paliszádok ellen, más része menekült a tartalék felé. Az volt a harminc harmadik most ez a zászlóaj indult rohamra. Minden bástjáról ontották a tüzet ellene. A zászlóaj haladt előre, a sorompó felé, pedig őket is azon sors várta, ami a másik zászlóajat a kapu előtt. Ekkor egy magyar tiszt a Dunapart alatt két ágyúval merészen előrehatolva egyszerre elkezdi a közelből lövetni a sorompót. A tele golyók recsegve szaggatták ki sarkaiból a nehéz kapukat. A kapuk mögött rejtve volt üteg leálcázva, feltetlenül maradt az oldaltámadás előtt. A védő csapatok menekültek ágyúikkal a váratlan keresztűz elől. A közeledő zászlóaj éjjel rivallással rohant, szurony szegezve a paliszádoknak. A szédzilált tizedik zászlóaj újra sorakozva túlult elé a sikátoron át, és azon pillanatban Időn az egész palánkvonal meg volt támadva, két előre tolt röppentű telep elkezdte gyújtó lövegeit a vízvezeték épülete felé löpíteni. Csak egy óra negyed még. Csak egy rövid küzdelem előfeszítése. És ha el nem foglalhatja is egy merész rohammal, az első hívben a támadó csapat a vízi védműveket, de időt nyer a röppentyű telepnek a vízvezeték lerombolására. S ha az nincs többé, ha annak a vízhajtó gépe tehetetlenné lett, akkor vége a további védelemnek. Ekkor érkezik a magyar főhadvezértől a parancs, hogy a küzdelmet rögtöbb meg kell szüntetni mindenütt. A gyors késcsapás esélye ezzel el lett dobva. Miért kellett a küzdelmet abba hagyni? azért, hogy a két hadvezér elébb egy pár levelet válthasson egymással. Hogy két jó katona bebizonyíthassa azt, hogy milyen rossz rétor. Ami a bomba stílust illeti, az két század alatt bizony semmit sem javult. Lotringeni Károly éppen úgy bíztatta Abdur hogy ha Budát fel nem adja, nem városégével együtt keresztül ugratja a kardján, mint görgei hencit. Válaszul Abdurrahman száz fogoly keresztény fejét tűzette ki kopjahegyre a bástya falakon. Henci válaszul beleágyúzott a pesti népbe. Hiszen tehette, mert hatalma volt rá. De csak nem mentette volna magát érte. Mondta volna azt, hogy amit tettem, megtettem. Azért mert a ti öröm rivalgástok odaát engemet felháborít. Azért, hogy sebet üssek a ti népetek szívén, mely évtizedekig be nem gyógyul. Azért, mert gyűlöllek benneteket. Azért, hogy vérgyomokat támaszak országotok szent városaiban, fel nem száradnak, amíg Isten angyalokat nem küld le hozzátok, kik azokat lábnyomaikkal elfedezzék. De azzal menteni magát, hogy Pest polgárai a Dunapartról átlőttek Budára. Ha Heróstrát azt hagyta volna magáról, hogy ő csak szúnyogokat akart kifüstölni Dián a templomából, Amavár parancsnok maga nem ismerte ember nagyságát. Ő, ki minden nap arcul csapásokat mert osztogatni egy fellázadt óriásnak, az apokalipszis tűzokádó csodájának, melyet bizonyosan össze fogja tépni, ki egy feje felett függő nemzetnek lába alatt heverő legdrágább kincsét, imádott ifjú fővárosát az ostrom viharai alatt összemerte gázolni, még apró mentségeket benevolizál etettének. Hiszen ez vagy hőstett volt, vagy gonosztett. Ha hőstett, nincs szüksége mentségre. Ha gonosztett, nincs számára mentség. Ha babér, hervadhatatlan, ha bélyeg, letörülhetetlen. Nincs azt miért takargatni. Hiszen hogy ne lett volna nézőközönsége ez olimpiai játéknak? Alig 500 lépésnyi folyam választja el a Pesti partot a Budaitól. Itt a parterre, amott a színpad. Egy játék, melyben igazi vér foly, melyben igazi hősök szerepelnek. És a tűzi pompa, vár és bomba hullás. S hogy lehetne azt képzelni, hogy egy íj harci drámának nézőközönsége néma legyen, fel ne rivaljon, midőn egy-egy új ágyút lát megjelenni a Gellért hegyen, mely a másik percben már lobbanik, és perc múlva bomlik a fegyveres hadafalon, hová a golyó leesett. Amilyen hosszú a Dunapart a Margit-szigettől a Ludoviceumig, Oly hosszan lepte el azt a város népe, s oly hosszan zengett végig a harc alatt a buzdító rivallás. Egyszer aztán azt mondta a várfok. Csitt! Rihárd csak ugyan odaszállásolta magát, ahol a házmester olyan jól fogadta. Örült, akihez vendégül szállt. Mikor május negyedikén az első ágyúszó megzendült, Mihály mester otthagyta a házmesteri szobát, vigyázzon a házra, aki akar, s nyargalt kifelé. A kapuban összeütközött Rihárdal, ki hadifőnökéhez sietett. – Hová oly futvást, polgártárs? – kérdezi Rihárd a csizmadiát. – Az ostromot nézni? – Vigyázzon magára, mert meglövik a lábát. – Nem jön a golyóbb is keresztül a vizen? – bíztatá magát Mihály mester. – No, azt még nem tudtam. – De én tudom, annak fizikai okai vannak. Annak az oka a visz attrakcionis, mely a víznél igen nagy. Jártam én iskolába. Két óra múlva aztán Richard megint találkozott Mihály mesterrel. Akkor bár tele volt az utca szaladó néppel, Mihály mester lélegzete is el volt egy kicsit fulladva. Nem húzta magához a nagy vízagolyót. Kilenc embert lőttek meg a bámuló nép közül a várfokról. Akkor aztán eltisztult a nézőközönség a párterről, hanem a helyet fölvette magát a pályogba. Most már az ablakokból nézték a harcjátékot. Hitték, hogy a golyó nem tör át a falon. És gyönyörködtek. Egyszer aztán a várfog azt mondta, reszkes. És elkezdett bombákat, röppentyűket haigálni a szomszédvárosra. A tiszta esti égen, mint hulló meteorok ívlettek végig a tűzfarkú bombák, az emberi harag mennydörgését hirdetve szétpukkanásukban. A nép ott állt a kapukban, és 316 dördülést számlált meg a feje fölött. Ez még nem volt büntetés, nem bosszú, csak intés. A bombák nem gyújtottak, hanem annyit tudattak a néppel, hogy az égboltozatról való fogalom csak mese, nem fír momentum az, nem takarja az be a halandók fejeit. Ártót, ártatlant, senkit. Még egy nagy eleje volt a gyönge budavárnak. Az, hogy megtámadója gyöngébnek hitte, mint amilyen. Azt hitte, hogy egy ijesztéssel beveheti azt. És csak aztán vette észre, hogy nem bombaszt kell ide, hanem bomba. Az első rohamnál 28 löveggel támadta meg az ostromló a várat, mire a vár 92 löveggel felelt. Az ostromló ágyúi csata voltak, 6 és 12 fontosok, a várbelieké pedig raklövegek, 24 fontosok. Az ostromló 7 fontos haubicokat haigált, és az ostromlót 60 fontos bombákat szórt visszaértük. Az ostromlónak a spártai anyanyelszavát kellett kalapja mellé tűzni. Ha rövid a kardod, told meg egy lépéssel. Olyan közel kellett mennie ellenfeléhez, hogy apró ágyúival felelhessen neki. És ez apró lövegekkel kényszeríti a kis Schwab hegyről a negyedik körönd véd ütegeit visszavonulni. A kálvária hegyről a sáncvédő gyalogságot a kaszárnyákba visszaűzte, Stutta a Gellért hegyről a fő őr helyet, s a nádori raktárt felgyújtani és földig égetni. Erre hangzott az a nagy üdvriadal a Pesti Dunapartról. Ezt meg a két órai bombázás a várfokról. Ez ellen nem volt segítség. Ez volt az első arculütés. Az ostromló érezte azt, pirult és fogai csikorgatta. Egyetlen egy ostromágyúja sem volt. A másnapi haditanácsban ki lett mondva, hogy Budavár nem fészek, hanem erősség, mely szabályszerű megszállást, ostromot és megvívást követel. Komáromból kell hozatni ostromlövegeket, míg azok megérkeznek, éjente lehet az ostromtelepeket építeni, és az építés álcázására minden nap álrohamokat rendezni. Az álroham a legkeményebb próbaköve a katonának. Előre hatolni csak azért, hogy visszavonuljon. Harcolni csak azért, hogy sebet adjon, sebet kapjon. Háborút viselni azért, hogy teljék az idő. Egy ilyen türelem fárasztó napon azt mondá Rihárd Mihály mesternek. Polgártárs, volna-e kedve kétszáz forintot megérdemelni? Érdeme válogatja, felelt a mester bölcsen. A szolgálat abból állna, hogy be kellene jutni a várba s hozni az ottani állapotokról. Ön azt állította, hogy ott a járatos? Hm, meg is teszem bizonyjal, felelt Mihály mester. Hanem azért nem kell nekem kétszáz forint, mert én azt megteszem barátságból. Richard elfogadta a barátságos készszolítást. De hogyan jut ön be, polgártárs? Mert ezt okosan kell lám elintézni. Igen, egyszerű az, hidegkúti ismerős parasztokkal, porgúnyába öltözve, heti vásár alkalmával becsúszok a várba. Minden szerdán, szombaton járnak azok oda, tojással, zöldséggel, vajjal. Azok közé én is elvegyülök. Jól van. A fő dolog, amit meg kellene tudni, hogy milyen hangulat van a várőrség közt. Tessék azt rám bízni, mindent kitanulok. Tud-e ön olaszul? Soha a nagyapám se hanem azért kiveszem én azokból, amit kell. Azután még egyet. Attól a bizonyos asszony túl, akit ott fönn fogva tartanak, két szót kellene megtudni. Azt, hogy hol és kinél van az a gyermek, ki ő volt bízva, akinek Károly a keresztneve, és akinek a nyakában egy ketté tört részpénz van, ismertető jelül akasztva. Ah, főuram is azt keresi. A másik részről is tudakozódott azon gyermek után egy vasas tisztúr. Nem tudom éle még. Éppen azért keresem én azt a gyermeket, mert az a tiszt meghalt. Jó, uram, meg tudom. Az a másik tiszt ezer forinttal kínált, ha elmegyek bajcsikné után Debrecenbe, s meg tudom, hol az a fiú. Nem tettem meg. Főuramnak megteszem ingyen. Fölkeresem Bajcsiknét a kazamatában. A legközelebbi szerdán beszökött Mihály mester, sováb pornak öltözve a várba. Vissza is jött szerencsésen. Richard türelmetlenül várta már az érkezőt, meg is ölelte, mikor visszakerült. Mindenütt volt a mindent láttam. Lássuk legelébb az ország dolgát. A várban nem szenvednek szükséget, mert drágaság nincs. A polgárok még nem kívánkoznak ki a várból, a tüzérek legjobban vásárolnak minden csemegét, azokat jól jutalmazzák. Várkapuk homokzsákokkal vannak berakva a vízi kaput kivéve, A szabad. A halászbástyán vadász árkokat húztak a katonák számára. Milyenek a tüzérek? Kevélyek. Hát a német sorgyalogok? Jó kedvűek. És a horvátok? Haragosak. És az olaszok? hm se hideg, se meleg. Nem mutatják, hogy csüggednének, vagy hogy szítanák hozzánk? Nem. Hát az olasz katonák hangulatát hogyan tanulta ki, polgártárs? Hm, <laughs> igen, alaposan. Mikor a piacon hagymát, burgonyát vásárolnak, és azt zsebkendőbe töltetik, mindeniknek tarka zsebkendője van. És ez a zsebkendő az ön tanulmányának az alapja. pedig hiteles. Ha arra gondolnának, hogy a várat felfogják adni, mindenik fehér zsebkendőt hordana magában. Ha egyszer szorulni fog a kapca, akkor az utolsó órában számíthatunk rájuk. Addig nem. Ha az ostromhák csóink a falnál lesznek, akkor kezet nyújtanak, hogy felsegítsenek rajtuk. Addig azonban lőni fognak bennünket. Ó, én ismerem őket. Az olasz heves vérű szerető de hidegvérű jó barát. Hát Bajcsik néval beszélhetette. Nem hozzá. Most már a börtönből is kivitték, mert megbetegedett, és átszállították a kórházba a cselédjével együtt, ki beteg. Mi betegsége van? A, a tífusz. Rihárd megrettent. Ez hamar elbánó úr, ez a két ellenség. A tífusz meg a kolera ostromolja most belülről a várbelieket. A halottakat egy bástya boltozatba rakják el, mert nincs temetkezési helyük. És így nem tudott ön ez asszony a szólni. Csak félig. Én megtettem hozzá a kérdést, de nem kaptam meg tőle a választ. Az bizonyosan mondhatom, hogy azt a cédulát, amit én írtam hozzá, megkapta. De a válaszért hiába ácsorogtam a kórház ajtó előtt, mikor aztán a többi parasztokat kiküldték a várból, nekem is mennem kellett. A jövő heti vásárban ismét felmegyek, s többet tudok meg. Kínos dolog lehet olyan embereknek, kik sarkantyút viselnek a lábukon, és sarkantyút a szívükben várat ostromolni. Állni napokig, hetekig, egy ostoba fal előtt, melyről az ellenfél nyelvét öltögeti rájuk. Az ostrom harmadik napján már az ostromlók kilenc tized részének elfogyott a türelme. Rohatni akartak minden oldalról a kapuknak. Égett arcuk a szégyentől, szívük a haragtól. A hadi tanácsban is így túlnyomó volt ez izgatottság. Rohamra! sürgeték a vezért. Heves jelenetek fejlődtek ki. Legjobb barátok hasonlottak meg egymással. Elnevezték egymást hidegvérű, melegvérű pártnak. Így találkozott egymással szemközt a haditanácsban a két baradlai testvér. Ödön természetesen a hidegvérű párthoz tartozott, Riárd a melegvérűhöz. Úgy összevesztek az ostrom negyedik napján tartott ülésben, mint két valóságos ellenség. Mintha mind a két testvér egymást tűzte volna ki ellenvetései cáfolatai céltáblájának. És ez volt az egésznek hűképe. Testvér testvér ellen. És miben? Abban, hogy ő szereti jobban a hazát, hogy ő a bátrabb, hogy ő találta el a helyesebb utat, és azért úgy tudtak egymás ellen keseregni. Be kell fejeznünk az ostromot, mondta Richard, miután a szét ágazó vélemények egymást le nem küzdhették. Én azt mondom, hozzá kell kezdenünk, veti ellene ödön. Egyszerre minden oldalról támadjunk rohamra, de csak három oldal van nyitva. A negyediket elzárja Pest. Pest felül is támadhatunk. A Dunán keresztül ütegeinkkel szétrombolhatjuk a vízvezetéket. Kinyithatjuk az utat a vízivárosi rohamra. Csak hogy az alatt a vár ágyúi porrá lőhetik Pestet. Mit nekünk Pest? Most tizenegy éves sárrá döntötte a vízár. Újra felépítettük. Hége hamuvá ma. Tíz év múlva szebb lesz, mint volt. Itt most egy megnyert hét, egy örökké valóság, egy egész világ, amiben Pest csak egy atom. Ha egy hónapot elvesztünk a rendes ostromlással, elvesztettük az egész hadjáratot. Égjen el 50 milliónyi vagyonunk, hújon el 5000 emberünk, de Budát el kell foglalnunk 48 óra alatt. És mit nyerünk 50 millió és 5000 ember áldozatával? Azt, hogy a keleti oldalról is ostromolhatunk. A meredek várhegyen fel. Azon fel! Már előterjesztettem a haditanált szakértőinek, amit a tárgyban kifürkésztem sikerült. A királyi lakkal szemben vonul le egész a Dunáig egy föld alatti csatorna. Még töröképítés. Azon fel lehet vonulni az ostrom alatt egy csapatnak. A nyílás a Sándorházba vezet. A Bécsi kapu és Vizi kapu között van egy fedett lépcső, melyen egy elszánt válogatott ostromcsapat eljut a kiskapuig, és azt egy petárdával bedöntheti. A várkert fáj alatt a déli rondella alatti kertészla könnyen elfoglalható. A negyedik és ötödik számú rondellák közötti kurtív fala alá két vár alatti pince mélyedbe, mely még továbbáshatós lőporral megtöltve a fölötte levő fallal együtt a légberöpíthető. Az alatt körös körül minden oldalon láptókod megrohanjuk a bástyákat, s valamelyik oldalon csak ráakadunk az olasz ezredre, mely nem fog komolyan küzdeni, ha azt látja, hogy mi komolyan támadunk ödön felelt neki. Én is tanulmányoztam mindezt, és tudom bizonyosan, hogy a föld alatti csatorna fejül be van temetve. Azon kívül minden kapu, a vízivárosit kivéve, homokzsákokkal van eltorlaszolva a boltozatig. A fedett lépcsőből 86 hákcsót kiszedtek, a várkerti köröndik három melvédet kell megmászni. Az említett pincék tíz ölnyi távolban vannak végeikkel a várfaltól. Tehát legalább tizenöt ölet kellene még tovább fúrnunk a szieni ciklában. Ez nem két napi munka. Az ellenség ijedelmét pedig én nem szoktam stratégiai számításokba felvenni. Richard szemei most már villogtak. Abban a kedély állapotban volt, hogy okvetlenül szükségesnek érezte valakinek valami gorombaságot mondani, hogy lelkét megkönnyebbítse. Öklét a széknek feszítve, amelyen ült, emelkedő félben azt kérdé bátyjától: És a saját csapataink vitésségét sem? Ödön pedig igen hideg nyugalommal, és meggondoltan válaszolt: Ott, ahol matematikai összeállításokról van szó, mint egy várostromnál, ezt sem. Richard erre a harag és katonai büszkeség dacával veti oda eszót, mert gyáva vagy te is, mint minden civilista! Megbánta ugyan mindjárt, hogy ezt mondta, de úgy tett, mintha valami nagyon derék tromfot adott volna ki. Ödön elsápadt, és nagy, lelkes szemeit öccsére mereztve viszonzá halk, de kemény hangon. Ezt még nekem az életben nem mondta senki. És ön sem mondta ezt megtorlatlanul. E jelenetet hirtelen félbeszakasztá valami. Egy tizenkét fontos golyó, mely a Laszlovszki major egyik falán betört, s a másikon kirepült a talácskozók fejei fölött és csak hamar jött a másik, mely a háztetőt sodorta végig. És azután egy bomba, mely éppen a major udvarán durrant szét. – Ez árulás! – kiáltának a haditanács tagjai, felugrálva helyeikről. Valaki elárulta az ellenségnek a fő hadiszállást, s most az teljes ütegeivel tüzel a keze ügyébe eső majorra. – Itt nem maradhatunk! – mondta a vezér. Menjen ön, Baradlai Rihárd, és adjon rendeletet a lovasságnak, hogy vonuljon feljebb a lovas ütegekkel az ugligetbe. Rihárd bátyára nézett. Az egyedül maradt ülve az asztalnál. Egy toll volt a kezében. Meg sem mozdult a ma falat törő golyók zuhajára. Rihárd restelte a dolgot, bátyjának ebben az osztentált hidegvérűségében valami affektanciát látott aztán meg mást is érzett iránta. Jól van, öreg, no? Szólt odalépve hozzá. Bátor ember vagy, elismerem. Hanem hát nem maradj itt ülve, mikor mi többiek mind odább megyünk. Én azért maradtam itt ülve, szólt ödön hidegen. Mert a hadi tanács jegyzője vagyok, s akarom hallani a határozatot. Mit írjak az ülés jegyzőkönyvébe? Igaza van, Monddál mindenki. Elébb határozatot kell hoznunk, mielőtt az ülést feloszlatnunk. Tehát szavazzunk. Rohamra menjünk-e a vár ellen ma, vagy holnap? Igen, vagy nem? Tessék mindenkinek a helyére ülni, s fölállva válaszolni. Tehát ismét sorba leültek az asztalhoz, a vár ágyúi keresztül kasuljuggatták a major tetejét oldalait, míg a haditanács sorba leszavazott. Minden szavazat igenre szólt. Ödöné is. Azután sietett mindenki az összelőtt ház alól. Hanem Ödön elébb megírta a jegyzőkönyvet a mai ülés határozatáról. Rihárd nem távozott el addig mellőle. Jöjj már innen, unszolá testvérét. Hiszen mindenki elismeri, hogy derék fiú vagy, nem vagy gyáva, elismerem. Ödön pedig egy római patrícius büszkeségével szedte össze papírjait, és azt mondá öccsének. Majd erről fogunk még egymással egy szót váltani. S kiránták karját annak kezéből. Csak nem vívsz velem pár bajt. Majd meglátod. és elfordult tőle büszkén. A roham harmadnapra volt kitűzve. A terv ez volt. Pestről a budai vízivárosban uralgó ellenfélt megtámadni. A paliszát sor, melyet az ellenfél épített, jó fedezet volt a támadó ütegeknek egy percig. A támadás percig. A várhegyi magaslat nehéz lövegei ellen azonban sokáig nem tartható. Három utcája a pesti Lipótvárosnak, mik összeköttetési vonalul szolgálhatnak, oly függélyesen esnek a várvonarra, hogy azokon minden lövéssel végig lehet a várfokról seperni. Tehát ágyúkat nem fognak használni a pesti ütegekhez, hanem csak röppentű telepeket, miket könnyen el lehet szállítani a Dunaparti keresztházakon át. Ezeknek a védelmére a város által beszerzett gyapjús zsákokból fognak készíteni traverzeket, stranséket raknak homokzsákokból. 500 önkéntes napszámos ajánlkozott a zsákoknak kellő pillanatban helyükre szállítására. Május 9-én éjjel az összes budai ostromlövegek, s velük együtt a három pesti tűztelep megkezdik egyszerre a tüzelést a vár ellen. E lövöldözés alatt két zászlóaj, a várkertet, s kettő a vízi védműveket támadja meg. A többi hadtestek a Fehérvári és a Bécsi kapu ellen intéznek rohamot. Az ostrom oroszlán része annak a dandárnak jut, mely a várkertet fogja ostromolni. A támadás előtti napon ismét megjárta a várat sváb pór álruhájában a patrióta házmester. Nagyon rossz kedvelt ért vissza a járthoz. Áruló van közöttünk, mondta neki. Mindent, amit kezdeni akarunk, előre tudnak odaállt. Honnan tudja ezt, polgártárs? A házmester még itt is félve tekintett szét, midőn súgva mondá. A várban találkoztam Szalmással. Ki az? Egy hírhedett kém. Mintha hallottam volna a nevét valaha. Meg lehet. Elcsapott jegyző volt, nemes Dombrú. Ah! most már emlékezem rá. Igen, veszedelmes ember. Az egész télen folyvást szögdösött a két tábor között. Spesten sokszor megfordult. Én tudtam, hogy kém. Egyszer gyalog utána mentem cibakházáig, hogy egy szabad csapatnak bejelentsem. Akkor el is fogták, de éjjel megszökött, és most megint itt van a várban. Én ráismertem, pedig rövidre nyírta a bajuszát, s finom frakkot visel, hogy úrnak nézzék, Reszkedtem, mikor elmentem, hogy ő is rám ismer. Akkor végem lett volna. Egyszer már megszorongattam a torkát a kávéházban. Én a ketten ismerjük egymást. Többet nem merek Budára felmenni. De ő bizonyosan le fog ide jönni. Akkor megkapom. Sijaj a fejének, ha én még egyszer megkapom. Ha nem most már vigyázzanak, avitéz urak hogy az az ember az őr szemeiken át ne szökjék, mert az az egy ember el fogja rontani az egész dolgot. Rihárd mosolygott a jámbor polgártárs fontoskodó aggodalmain, pedig a polgártársnak alig ha igaza nem volt. Este felé Rihárd átlovagolt a budai partra a hajóhídon, Mely a Csepel-sziget hegyén volt verve a folyamon keresztül. Házbesterét már ott találta. Fraternizálta a honvédekkel. Ismerte őt valamennyi. Híres demagóg volt. Mikor behakonyodott a polgártárs felkeresi Riárdot. Jöjjön a partra, valamit mutatok! Riárd engedett a meghívásnak. Nézzen ön át a Pesti Dunasorházaira. Ott fog ő látni egy két emeletes házat, melynek öt padlás ablaka van, mind az öt ablakban gyertya ég? Látom, most ügyeljen ön egy óra negyedike gyertyákra, majd az egyik, majd a másik elalszik, azután ismét meggyullad. Néha két gyertya is jelen meg egy ablakban. Tudja ő, hogy mi ez? Az, hogy ezeket a manzárt szobákat ugyanannyi ember lakja, akik egymáshoz összejárnak. Há. Ah. Ez egy titkos telegráf. És azok a gyertyákot jeladó betűk, amikkel a várbelieket tudósítják. De most már nem csak mosolygott, hanem nevetett, Rihárd. Pedig a polgártársnak megint igaza volt. Amint tizet ütöttek a két főváros órái, megindult a vár ellen három oldalról a roham. A honvédzászlóajak előre haladtak a falakig, a haubic vetágyúk elkezdték gyújtó lövegeiket szórni a várra. Egy óra múlva két helyen lángolt a várbeli úri utca. Az éjjitűz tűzfényben mint fekete gnómok látszottak a tűzoltó katonák az égő tetők falain. A harmadik oldal rohama, Éjfélre volt határozva a Pest felőli támadás. Ekkor megdördült a budai várfokon, mely Pest felé néz, a bombavető mozsár. A legelső bomba a színház térre csapott le, ahol a röppentjű ütegek voltak felállítva. A szétrobbanó löveg megriasztá a tűz szekerészetet, az aváciútól robogva a térig menekült. A második bomba a József térre vágott le. Ott éppen az 500 napszámos töltötte a homokzsákokat. Azok szétfutottak. A harmadik bomba az új térre esett, ahol a traverzekhez való gyapjúzsákok voltak lerakva, s felgyújtá az egész készletet. Oly pontosan csapott le minden bomba éppen az előkészületi helyekre, mintha híva lett volna. Híva volt. Minden előkészület el volt árulva. Az ellenfél megmutatta, hogy mit tud és mit mer. Reggelig bombáztatta a fővárost. Lövegei elhatoltak annak legtávolibb részeibe. Romboltak és gyújtottak. 520 bomba és tűzgolyó verte el az álmot a fővárosról, és kisöpörte annak utcáit. Most már látta mindenki, hogy a városban nincs menedék, és a lakosság kivonult tanyázni a város erdőbe. Onnan bámulta elfordíthatatlan veszedelmét. A hidegvérű pártnak rettenetes igazságszolgáltatás volt ez. A melegvérű párt elnémult, megadta magát. El kellett ismernie, hogy az ostromot kezdeni kell, nem bevégezni. El kell hozatni az ostrom lövegeket komáromból, s szabályszerű várvíváshoz fogni. A lelkesülés átadta a vezényletet a komoly kiszámításnak. Mihály mester feljelenti a hatóságnak a ma végzetes éjjel tett tapasztalatát, és a hatóság vizsgálatot intézett a kivilágított ablakú padlásszobák miatt. Ártatlan dolog volt az. Öt mamzell lakott az öt padlásszobában. A meggyújtott s kioltott gyertyák rejtvénye könnyen kimagyaráztatott. A polgártársat kinevették. Harmad napra megérkeztek az ostromlövegek. Csak kilenc. Kilencvenhat ellen hanem még ahhoz is napok kellettek, míg egy nehéz, döntő lövegek felállítatnak. A hegyoldalakat kellett éjente kivágni az ütegek helyéül. S hogy az ellenfél a kőtöré zaját meg ne hallja, az éjjé munka alatt folytonos áltámadással vonni figyelmét. Éjről éjre folyt a harc, az ostrom, az ágyúzás, a támadás. Az alatt az utászok vágták csendesen a hegyoldalba az ágyúk karzatait. Május 13-án egy gránát csapott le a budai halásztéren, a kamara épület melletti lőporos toronyba. Mint a kitörő vulkán csapott föl a láng az égre, a csillagokig hányva föl égő üszkeiket, és az üszkök között széttépett emberi tagokat. A körüle fekvő házak repedezve dültek romba. A robbanás elhordta a fő tetejét az ostromló táborból öröm riadal kísérte fel a csillagokig ez üszköket. A várparancsnok rettentő bosszút állt érte. Hamuvá kell lőni Pestet! Parancsa iszonyúan teljesítetett. Estétől éjfélig ezernyi ezer tűzgolyót okáttak az ágyuk a védtelen városra. Egy folytonos mennydörgés hangzott az égen és földön, mely négy óra hosszant nem tartott szünetet. és mikor e pokoli zene elhallgatott, az ifjú szép város egyik végétől a másikig egy lángtengerben úszott. A gyönyörű duna az ép ifjú hölgy arcához hasonlított mosolygó panorámán harminckét palota égett egyszerre. Azok között a Ridú épület, az országgyűlés történelmi hírű háza, oszlopcsarnok a ledöntve, boltozatai bezúzva. A trón mennyezet, a miniszterek székei, a képviselői padok egy zsarátnokká válva. Az ostromlók szívében megfagyott a vér. Megnémult minden, az ágyúk és az ajkak, hanem abban a tekintetben, mely azon éjjelen a bíbor veresre festett ég felé emelkedett, volt egy rettenetes fogadás, mely szörnyűbb minden kiáltásnál, minden esküvésnél, minden átkozódásnál. Egy arcul ütött Isten szobornak a némasága volt az. A lángok süvöltésén a gerendák recsegésén, a falak beomlásán kívül semmi hang a nagy országvárosban. A város üres. Aki élő volt, elfutott. A fegyveres csapatok is kivonultak belőle. Egész utcák, egész házsorok üresen hagyva, a kapuk, az ajtók nyitva, ha egy kíváncsinak, egy jóbarátnak, egy rablónak kedve tartja, a földszintül a padlási keresztül kasul járhatja akármelyik házat. Végig bolyonghat a tárva nyitva maradt szállásokon, s válogathat, hogy mit mentsen meg, a legbecsesebb tárgyakból a gazdának vagy magának. A menekült lakosok nyitva hagyták szobáikat, hogy tűzvész esetén a szomszédok, a jóbarátok, vagy ha úgy jön, a tolvajok vesződtség nélkül bejuthassanak csak hogy most nincs se jó barát, se szomszéd, se tolvaj. A két palota izzó füstje vérvörös mennyezetet alkot e holt kőtömeg fölött, mely oly puszta, oly élettelen, mint Pompei a kiásatás után. Hanem a Dunaparti égő paloták közt van egy, melynek öt padlás szobájában most is ég az öt gyertya. Egy-egy kialszik, újra meggyullad. Ezt a házat kikerültem minden golyó. A mellette levő egyeneletes ház rommával lőve. A bombák a pincéig szaggatták át szakaszait, s annak most minden ablakán láng süvölt elő. A sértetlenül maradt ház két emeletes. Annak a lakói is elfutottak a világba, annak is nyitva hagyták minden ajtaját hisz nem tudhatta senki, hogy azt megkiméli minden golyó. Hát azt az öt gyertyát ki gyújtogatja ott mégis. Ki kérdezné ezt, ki ügyelne arra e borzalmas órában? De van egy ember, aki ügyel rá. Akit el nem kergetnek sem bombák, sem tűzgolyók, ki odaveti a hátát a régi hítfő épületének, s onnan les. Lesi azt az öt gyertyát, a polgártársaz. Mihály mester. Végig nézte az egész rombolást, maga is az elkárhozottak kínjait állta ki az égrepesztő tombolás alatt melyel a harc isten tagadó démona pillanatok alatt szétrúdalja azt, amit a béke demiurgusa fél század alatt épített és ott csinálgatta a maga csizmadia eszével az égbíráló aforizmákat. Ha a villám menny dörög, azt mondják, az Isten beszél. Hát, mikor a bombák dörögnek, az a királyok beszéde? Azt már kitalálták a tudósok, hogy az ég haragját, a villámot hogyan lehet megfogni, de a földi haragot, a bombát nem tudják elfogni. Hogyan merünk mi ez órában az Istenhez imádkozni, aki maga is a királyok királya? Bántotta ennek a háznak a gazdája valaha azt a tüzért, aki most ezt a bobbát ide hogy egyszerre mind a három emeletét áttörte vele, a pincében szétpukkant, s végig meggyújtotta az egész házat. Ha valakinek a bal keze megvágja a jobb kezét, s akkor megtorlásul a jobb keze visszavágja a bal kezét annak a valakinek nem kétszeres oka van-e jajgatni? Ha nekem, akinek semmim sincs ebben a városban, olyan nagy a fájdalma mepusztulás pusztulás miatt, milyen nagy lehet az öröme -e látványon annak, aki azt okozza? Mikor aztán elhallgatott a dörgés, a kínszülte filozofálás is elmúlt a a kedélyéről, hogy hétköznapi eszmejárásnak adja helyet. Ki az odafen abban a házban, aki a gyertyákat az ablakokba rakta? Az áruló az. Ezt a gondolatot nem verte ki semmi a fejéből. Azt neki meg kell tudni bizonyosan. Sem távol, sem közel egy élő lélek. Oltásra gondolni sem lehet most a várágyúk lőközelében. A csizmadia neki indult, hogy egyedül ráront arra titkos jeladóra. A golyó kikerülte ház, éppen olyan magára hagyott volt, mint a többi. Kapuja, lépcső ajtaja nyitva. Sem házmester, sem lakó a háznál. Minden ajtón be lehetett nyitni. Ott hevertek ruhák, ezüstneműk szétszórva, amiket a menekülő tulajdonos nem bírt magával elcipelni. Ráhagyva Isten oltalmára, emberek becsületére. A csizmadia minden ajtón benyitott, hogy valakit a hon maradtak közül megkérdezzen, segélyül vagy tanubizonyságul hívjon. Az egész két emeleten nem talált egy emberi lelket. Csak egy bezárt kiskutya üvöltött valamelyik konyhában, mit gazdái ott felettek. A csizmadijának egyedül kellett felbotorkálni a padlás lakosztáig ahol állítólag az öt mámzel lakott. Benyitott az első ajtón. Ott nem talált senkit. Nyitva hagyott szekrények üres fogasokkal tanúsíták, hogy innen mindent eltakarítottak jó eleve. Hanem egy gyertya ott ég az ablakban. Végigment mind az öt manzárt szobán. Mindenik üres volt. Emberrel nem találkozott hanem a gyertyák ott égtek az ablakokban. A gyertyatartókat egy-egy burgonya képezte. Az egész szállásban egy gyertyatartó nincsen. Egy rozzant asztalon talált egy kiterített iratot. Az egy alfabet volt, melyben az öt gyertyavilág, mint öt pont szerepelt. A kioltott gyertyák, mint gondolatélek Valódi telegráf egyik városból a másikba. A polgártárs támolyogva tekingetett körül. Kinek a munkája ez? Ki rendelkezik itten? Az ötödik szobában egy szőnyegajtót vett észre. Benyitott rajta. Az már egy sötét helyre vezetett. Egy padlás folyosó volt az, mely az udvarpadlás osztályokhoz visz, mik már nem szolgálnak lakásokul. Tovább botorkázott a sötétben. A szomszéd égése nem hatott át a deszkalabirinton. Egy helyütt aztán ismét fényt látott. A ház tűzfalától jött az, melyen egy magas ablak volt, ahonnan a szomszéd házról le lehetett látni. Ebben az ablakban ült valaki. Az ablak párkányát használta ülésnek, a szomszédház tűzfalát zsámoinak. A lába alatt a mélységben már csak egy zsarátnok tengerízott. Egy örvény, melynek havja láng, iszapja parázs, fölötte vékony kékes füstöt kerget a szél. Egyszer-egyszer egy kis forgatag kerekedik benne, az olyan magasra felhordja az aranyfényű sziporkát. A tűzörvény fenekén, mint valami aranyforrás, úgy bugyog valami fényes tavacska. A ház tulajdonos vasárus volt. Az olvat vas hullámzik ott a pince mélyén. A csizmadia lábhegyen lopódzott odáig, és bámult de nem a ciklopi látványt bámulta, hanem azt az embert, aki itt ez ablakban ült. Annak az embernek az arcán a pokoli gyönyör ragyogott. Az a vigyorgás, amivel beherik szítja a gyehennát az elkárhozottak alatt. Az a gúny, mivel azáziel visszarúgja az örvényből kikapaszkodókat. Az a kár öröm, melyel Aztarót tapsol a kétségbeesés kínváltozatai fölött. Az az ember kiült gyönyörködni a pusztulásban. Két könyökét térdeire fektette, és állát egyik öklére támasztá. Néha-néha egyet köpött le a tűzbe. Egyszer fölemelte arcát az izzó égre, és kacagott és azután nagyot nyújtózott, mint aki jól lakott valamivel, s a túlterhelt gyönyör élvezettől vonaglik. Arcának jól látszott esni az izzó fény, mely onnan alulról felsugárzott a -e tűzben. Egyszer aztán megragadta két kevény kéz a karjait hátulról. Az ember rémülten tekinte vissza. A csizmadia fülébe csikorgá. Jó reggelt, uram! A gyertyákat el kellene már oltani. A ferriatt ember egy kétségbe esett, erőfeszítést tett, hogy az ablakból visszapeckelhesse magát a padlásra. De a szomszéd tűzfal párkánya, mit támaszul használt, leomlott lába alatt, s a csizmadia úgy fogta karjait, mint két harapófogó. Tetszik-e már rám ismerni? Kérdé a hátrafordult, arcra meresztve, vérben forgó szemeit a csizmadia. A megtámadottnak egy kétségbe ejtő pillanatban egy mentő gondolata támadt. Tíz ezer forint van nálam, hörgére Az a gyertyák ára, ordítá a csizmadia, s azzal letaszította az ablakból oda lenne a tűz örvényben az aranyhabot hányó érctó néhány pillanatra sötét füstöt vetett fel, s aztán forralta, buzogta az aranyhabot tovább. Ki volt az eltűnt ember, a titkos táviratozó, sohasem tudta meg senki, hanem annyi bizonyos, hogy szalmás Mihályné Enaptól fogva hasztalanul várta vissza eltávozott urát. Három napig tartott a halálos hallgatás. Az ostromlott vár vezére azt hitte, hogy ellenfele már menekülni készül a közelgő felmentő sereg elől. Már arra gondolt, hogy elvágja az ostromsereg menekülési útját a hajóhidat gyújtóhajókat s kövekkel rakott deregéket bocsátott el a folyamon. Azok közül kettő a lánchíd oszlopba csapódott s elmerült. A többit elfogták, elsüllyesztették. Harmadnapra reggel, szép, harmatos nap feljövetelnél, egyszerre megdördültek a fal döntő ágyúk, miket az elmúlt éjszakákon az ostromlók felállítottak a talapjaiban megrázkódó szikla hirdeti a várvédőknek, hogy ezúttal maga enkeládos zörget, az Olymp törő. Szemközt a hosszú bástyával a résdöntő szörnyek, oldalt az ütegrombolók. Amazok köszöntésére omlik a fal, emezeké végig söpri a védő ütegeket. Most már menykövet menykőért, most már egyik óriás a másik ellen. Válvetve, erőfeszítve két mesebeli géniusz, két tündérvilági dzsinn, kik égő csillagokat tépnek le az égről, meteorokkal haigálják egymás pajzsát, kiknek lábdobajától döng a föld kiknek összecsapó ezer kezében ezerszeresen csattog a fegyver, kik egymáson henteregnek a háztaposó küzdelemben, és az ítélet napi viadalban meghasogatják a felhőt, feltúrják a földet, szétmorzsolják a sziklát, s tüzet okádnak egymásra, míg az egyik végképpen összezúzik, megolvad. Semmi lesz. S a két kolossz párharca időtartamára nézve is, méltó az óriásokhoz. Nem percekig tart az, mint a könnyen haló hősök eposza, hanem négy nap, négy éjjel folyvást szakadatlanul. Egyik gigásznak négyezer lelke van, még az meghal. Négy ezer halálsebb kell annak, s annyiszor harap vissza. Négy nap, négy éjjel hangzik a szörnyű orgonajáték, melynek minden akkordja mennydörgés, isteni hangverseny mely átkiált a szomszéd csillagokba. 150 ágyú zenéje, az égzengés csattanásain kezdve a mély hangok pokoli oktávján lefelé. A mindig mélyebb, dörgőbb föld alatti skálán, egész a földrengés, a vulkánbőgés iszonyú basszusáig. A várban ég, ami éghet, legmagasabban lobog a várpalota, Mátyás király palotája. Szomorú bosszú a leégett pestért. Ha egyik megégette a szentséget, a másik megégeti az oltárt. A várvédő ütegek mind el vannak már űzve a bástyákról, a hosszú bástyafal tíz ölnyire ledöntve, a köröndök megközelítve az elfoglalt házakból, s a védő mégsem adja meg magát mégis folytatja küzdelmét. Tüzet tüzért, vasat vasért dobál vissza. Éjjel betömi a nappal ütött rést, s nem számlálgatja, hányan haltak meg a küzdelemben. Egy diadalkoszorút csillagokból lát mind a két fél maga felett ragyogni, s egymás fölé igyekszik emelni fejét, hogy melyik éri el azt hamarabb. Tisztelet, becsület mind a két fél hőseinek. E nagyszerű harcban mind a két fél elérte azt, és egyszerre. Midőn egyenlő fegyverrel küzdenek, sem történet, író, sem költő nem nevez jó barátot, ellenséget, csak hősöket. Szemtől szembe állnak már. Az ágyók egymást torkába ordítanak már. A rés vívható. A táborkar vezetői elvetették már a tollat, a távcsőt a kvadránst, s kihúzták a kardot. Maguk vezényelnek az utolsó csapásra. Utánam! kiállt a magyar táborkari vezér, Kleinheinz, s maga vezeti a rés ellen az ostromló csapatokat. Három golyó földre teríti a ledöntött faltövénél. Utánam! kiált az osztrák táborkari vezér Pollini, és maga áld példát a vár őrség legvakmerőbjeinek, kik derekukra hurkolt köteleken bocsáttatják magukat a rés alá, az omladékokat az ágyú közepet széthányni, és a rést homok töltött lőporhordókkal kitölteni. Egy 24 fontos golyó derékban szakítja ketté a vezetőt. Mind a két táborkar vezére elesett. Bevégezték munkájukat. A várfalak, az ütegek romban hevertek már. A két küzdőfél szurony közelben állt egymáshoz. A döntő rohamra megérett az idő. A holnap az utolsó nap egyikre a két küzdő gigász közül. Több nap nem virrad.